Sziasztok srácok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Akartam csinálni egy eltékozó tehetséges videót, csak az a helyzet, hogy nem voltam tisztában az úri embernek a karrierével, illetve a karrierével nagyjából tisztában voltam egy bizonyos részével, nem? Na most rá mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy eltékozó tehetség lenne. Bajnokok ligája győztes, olasz bajnok, ötszörös olasz kupa győztes. A kiről van szó? Mondjuk erre már valószínűleg rájöttetek így a címből, hogy Goran Pandevről van szó, aki a Észak-Macedón válogatottnak, hát illetve magának az Észak-Macedón labdarúgásnak a legkiemelkedőbb alakja. És a faszi nagyon fiatalon került Olaszországba, az Internek a ifi akadémiájára, mondjuk úgy, ahol olyan csapattársa volt, mint Obafemi Martins, akir szerintem azért nem kell nagyon bemutatni a futball kedvelőinek, és hát együtt rúgták ott a bőrt. Nagyon sikeres éveket tudhattak maguk mögött az ifiben, az Inter ifiben, és Martins utána ment a nagy csapathoz, Pandev meg kölcsönbe került különböző csapatokhoz, a harmadosztályban, másodosztályban, aztán volt, hogy azzal a másodosztályi csapattal fel is jutott, azt mondom, talán az Ancona volt. Ezeken a helyeken egyébként rendre hozta az eredményeket, hozta azt, amit elvártak tőle, és pár évvel később egy deal keretében, egy Stankovic deal keretében Goran Pandev a Lációhoz került, ahol egy nagyon, de nagyon sikeres időszakot tudhat magam mögött. Most meg nem mondom nektek, hogy hány volt rúgott, meg hogy mint, meg hogyan, az a lényeg, hogy egy nagyon sikeres időszak állhatott ott mögötte. Csak összebalhézott a klub elnökével, természetesen pénzről volt szó, és perre vitték a dolgot, ugyanis a klub vezetősége direkt nem fogadott el Pandevért ajánlatot, jött is egyébként, azt hiszem akkoriban a Zenittől jött például egy ajánlat, ő szeretett is volna oda menni, de a klub vezetősége meg azt mondta, hogy nem, nem mér sehova. Igazából egy szivatás volt az egész, mert szerették volna, hogy mindenképpen aláírja a szerződését, az új szerződését, de ő nem írta alá, belevitte a dolgot, és így végül szabadon igazolható lett, mert a bíróság neki adott igazat, és így vissza tudott kerülni az Interbe. De Mourinho volt akkoriban ott a góri, és volt ugye egy nagyon sikeres év, amikor is ugye bajnokok ligáját nyert. Aztán ugye Mourinho ment, jött Benitez már annyira nem számolt vele, és elkerült a Napolihoz kölcsönbe, majd mivel ott nagyon bejött az élet, ezért a Napoli véglegesítette, hogy mennyiért vették meg, azt már nem tudom, de az a lényeg, hogy a Napoliban rúgta utána a bőrt hosszú-hosszú éveken keresztül, és úgy kapott a Napolinál lehetőséget, úgy lett állandó kerettag, hogy egy Edinson Cavani lesérült, úgyhogy az ő helyére került be a kezdőcsapatban. Aztán, hát ugye ilyenkor már 30 fölött van a srác, a Észak-Macedón válogatottal kijutotta, vagy ki akarta őket jutatni az Európa bajnokságra, és ugye mivel tudjuk, hogy nagyon gyenge pótselejtezős csoport voltak, erre minden esély megvolt, és mivel elmaradt az EB 2020-ban, egy évvel későbbre tolták, ezért nem vonult vissza a válogatottságtól, mert mindenképpen szeretett volna EB-n szerepelni, és lássatok csodát, szerepelt is Európa bajnokságon, és ezzel hívta fel magára igazán a figyelmet mostanában, ugyanis Ausztria ellen volt is szerzett, minden idők másik legidősebb Európa bajnoki gólszerzője lett ezáltal, és a Genoánál is egyébként nagyon rendesek voltak vele, tessék csak, a Genoánál is egyébként nagyon rendesek voltak vele, mert lejárt volna a szerződése, de még egy évvel hosszabbítottak vele, hogy hát azért játékban legyen már így az EB-re. Úgyhogy mindenki tök kedves volt. Ja, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy még volt egy rövidebb Galatasarayos kitérője is, hogy ott végül az, hogy most hogyan sikerült erről, egyébként megmondom, a Frankot sok adatot nem találtam.
Úgyhogy ennyi, Goran Pandev az észak-macedó labdarúgásnak a legesleg kiemelkedőbb alakja, de én azt mondanám, hogy egy Goran Pandevet minden válogatóban. Nekünk is nagyon kéne egy Goran Pandev, bár mondjuk nekünk azért az elmúlt évekből vannak nemzetközileg is elég komolyan jegyzett játékosaink, de egy Goran Pandevet kéne minden egyes válogatottba, mert ez a csávó, ez megküzdött azért, hogy ott legyen, ott lehessen egy Európa-bajnokságon. Valószínűleg nem a szél hordta össze azt a 5 olasz kupát, a Bajnokok Ligája győzelmet sem. Persze hozzá azért kellett egy José Mourinho is, de ő is egyébként nagyon sokat hozzátette ez az egészet. Úgyhogy le a kalappal előtte. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!